Indul a szerdai sztereó itt az Otthon hangján a 93.4-en. A mikrofon mögött Balogh Feri, nagy szeretettel köszöntjük a minket élőben a Facebookon követőket, vagy a Dabas Televízió YouTube csatornáján majd a felvételt nézőket, aki a délutáni ismétlést hallgatja, kellemes délutánt. Nagy szeretettel köszöntöm Bugyi Nagyközség polgármesterét, Nagy András Gábort is. Szervusz, köszöntelek! Szervusz, köszönöm a meghívást a Dabas Rádiónak. Hát elsőként most már márciusban már 2 éve lesz, hogy erről beszélünk. Covid helyzet, jelenleg mi a településen tapasztalható számadatok, megbetegedések, karantén, ami elsősorban érdekes lehet, és nyilván ezt nyilván egy-egy véletlen is hozhatja, hogy az intézményeket befolyásolja a működésben a különböző korlátozások, karanténhelyzet. Az önkormányzati intézményeket nem befolyásolta. Kicsit közelebb a mikrofonhoz, bocsánat, nyugodtan arrébb lehet, hogy közelebb. Karanténhelyzet, de tudom, hogy az iskolában vannak osztályok, amiket leállítottak mind a két iskolánkban, de hála jó Istennek nagyon nagy számú megbetegedésről nem tudunk. Azt tudom, hogy osztályokat leállítottak. Hivatal, művelődési ház, tájház, sportegyesület működött tovább. Tehát az intézményeket működésében nem befolyásolja az a jelenlegi helyzet. Az intézményeket nem befolyásolta. A polgármesteri hivatalban kellett hozni rendkívüli intézkedést, gondolok itt elsősorban az ügyintézés menetére. Nem, minden úgy működik, mint COVID nélküli állapotban. A megfelelő óvintézkedéseket betartjuk, természetesen a maszk használata, kézfertőtlenítés kötelező a belépőknek, a kollégáim is fertőtlenítik magukat, amikor csak lehet, maszkot használnak, hogyha jönnek az ügyfelek. Ha már a polgármesteri hivatal és annak ügyintézési menete szóba került, itt a hátralévő, az év hátralévő munkanapjait tekintve a hivatalban hogy folyik a munkarend? Ma délben bezár a hivatal, és 3-án várjuk újra ügyfeleinket. Tehát akkor, ahogy itt a környező településeken önök is most adják ki a szabadságokat, tehát így intézték. Igen, ezt. Igen. Ez időszak alatt egyébként főleg kérdezem elsősorban anyakönyvi ügyeletet tartanak? Természetesen anyakönyvi ügyeletet. Akkor is kell tartani, ha nincs COVID-helyzet, így meg aztán de pláne. Visszatérve kicsit szűkebben itt a COVID-helyzetre, a házi orvosok miről adnak információt, az oltások hogyan alakulnak? Gondolok itt arra, hogy a harmadik, illetőleg az első oltást újonnan felvevők aránya száma. Tulajdonképpen nagyon jó számokat mondanak az orvosok, mert közeledünk a 70% felé a két oltásosoknál, a 3 oltásosok száma is nagyon jól alakul. Nagyon sok tesztet végeznek az orvosok, beszerveztük a dabasi mentőautót, hogy végezzék el ezt a PCR-tesztet, tehát aki akart, teszteltette magát, a munkája miatt, valami miatt szükséges volt, nagyon jól állunk. Azt hiszem, még nem beszéltünk veled erről, de te, mint az önkormányzatnál munkaadó, rendeltél el különösebb szabályokat, gondolok itt arra, hogy kötelezően felvendő oltást. Nem rendeltem el, mert mérlegeltem azt, hogy tulajdonképpen az óvodánk megállna, és az nagyon nagy baj lenne, mert azok a szülők, akik viszont behoznák a gyereküket, azoknak nem lenne hova hozni a gyereküket. A bölcsöde az eleve kisebb számban működik, mert a piciket jobban féltik a szülők, de természetesen mindenkit arra kapacitálok, hogy vegye fel az oltást minél hamarabb, és ha lehet, mind a 3-at. És akkor még szintén nem az ünnepi hangulat aspektusából, de itt az adventi időszakban, itt a COVID-helyzet miatt voltak olyan korlátozó intézkedések, amely esetleg rendezvények elmaradásával járt együtt? Nem volt. Megtartottuk a szokásos adventnyitónkat, megtartottuk a falukarácsonyt, megtartottuk a Mikulás járatot, úgyhogy mindent megpróbálunk a lehető legnagyobb elővigyázatossággal megtartani, de legyenek bulik. Ezek a bulik általában egyébként szabadtériek voltak? Az adventnyitó az templomi, a református templomban volt most az adventnyitó, és a vendégvárás is, de a falukarácsony és a Mikulás járat az természetesen szabadtéri. Ezennel lezártnak tekintem a COVID-helyzetet, egy ilyen kötelező, rossz ez a dolog, de nyilván természetesen kíváncsiak vagyunk, és a Bugyi hallgatók is így módon tájékoztatást kapnak, hogy mi a helyzet nálatok. Lépjünk is tovább az éppen zajló, éppen lezárt pályázatokra.
Nyilván nálatok is elsősorban pályázati forrásból lehet különböző fejlesztéseket megtenni. Hogy álltok ezekkel? Milyen pályázatokon vagytok túl, vagy éppen benne? Többször beszéltünk a különböző pályázatainkról, a kerékpárút, a Kossuth-Lajos utca és a temető között. Lezárva már megvolt az egyéves garanciális bejárása, megvolt a tájházudvarán a szaletli építés, használják egészséggel, hál' Istennek a lányok a raktárt rögtön tele tudták rakni mindennel. Megvolt a kápolna átadás, ugye október 3-án, azóta elég sokan járnak ki töltekezni, megpihenni oda a helyszínre, a Borzospusztai kápolnához, és folyamatosan készülünk a következő topos pályázatokra. Még mielőtt a topos pályázatokra rátérnénk, nyilván itt lesz ebből részletbe menő kérdés is. Vissza a kerékpárútra, nem is olyan rég igényfelmérést végeztetek a kerékpárút használóinak körében. Milyen visszajelzések, és milyen kérdések, és milyen visszajelzések érkeztek? Hát az volt a kérdés, hogy használnák-e a külterületi kerékpárutat is az Obó és a Hulland között, mert ha igen, akkor építünk oda egyet. Egyébként is célunk az, hogy kifelé nyitni, és minden irányba a kerékpárutakat megvalósítani, és pályázunk, ez már topos dolog, pályázunk az Új utcától egészen a Hullandig kerékpárút építésre, mert elég sokan járnának oda is kerékpárral, ezekkel a kis elektromos kerékpárokkal szükség van rá. Itt elsősorban az említett vállalkozás munkavállalóira gondoltok, és az ő munkába járásukat megkönnyítendő erre a beruházásra? Igen, ez lenne a leglényegesebb, hogy a munkába járás. Nem zárkózunk el, hogyha a turisták használják a kerékpárutat, ezért van tovább tervezve egészen a közigazgatási határig. Azért is kérdezem ezt már, hogy közigazgatási határt említette, és nyilván a távlati cél az, hogy akár települések közt így mondjuk Ócsa bekötése esetleg, van, hogyha ők is nyitottak e felé. Igen, nagyon, nagyon pozitív lenne. Ezen kívül a Borzaspusztai kápolna felé is tervezünk kerékpárutat. Ott van egy ilyen szóbeli megállapodás Dabassal, hogy összekötjük a két települést, mert itt is van kerékpárhálózat, nálunk is van kerékpárhálózat, lenne turista igényre, ugye a Mária útvonal miatt is, amiatt is, hogy járnak hozzánk a kápolnához nagyon sokan Sáriból, valamint az Ürbői utca felé is tervezzük a kerékpárutat, úgyhogy van kerékpárút igénye a település. Hát sőt, ahogy itt hallgatom, azért ez elég jelentős egyrészt mind anyagi ráfordításban, mind fejlődés szempontjából, tehát akkor a következő években a kerékpárút hálózat bővítése az mindenképp egy prioritást élvező fejlesztés? Mindenképpen szükség van rá, mert a településen áthaladó sóderszállító forgalom olyan nagy, hogy a szülők jogosan féltik a gyerekeiket, a gyerekek jogosan féltik az idősebb szülőket, és ezért kerékpár úton tudjuk megoldani az A pontból B pontba jutást. Ha már a biztonságos közlekedés szempontjából látjátok indokoltnak a kerékpár út építését és ezek fejlesztését, akkor itt olyan kerékpárutat kell elképzelni, ami fizikailag elhatárolódik a közúttól? Igen, mindenhol az a célunk, hogy elhatárolódjon, hogy ne legyen bizonytalanság érzése a kerékpárosnak, meg az autósnak se. Szóba került talán a kerékpárút kapcsán a Top Plusz pályázati program. Nyilván nem csak ennek apropóján, már nézegettétek, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen fejlesztéseket lehet ennek keretében megcsípni. Mit találtatok? Hát kolléganőim nagyon odaadóan figyelik a pályázati lehetőségeket. Egy orvosi rendelőre pályázunk, egy belterületi útra pályázunk, kerékpárútra pályázunk, és mi is a negyedik... Van egy negyedikünk. Menet közben eszembe fog jutni. Csak nyugodtan szúrd le, az a lényeg, köszönöm, hogy beszéljünk róla, és a kedves hallgatók is akkor értesüljenek. Tehát ezek szerint akkor, hogyha ez mind megvalósul, ez a 3+1, akkor így igen, mondom, akkor ez már eleve leköti igen sok erőforrásotokat, ugye? Igen, nagyon készülünk rá, tartalékolunk anyagi javakat is, mert ugye biztos, hogy lesz önrészes része ezeknek a pályázatoknak,
de nagyon gyúrunk arra, hogy a kolléganőim minden egyes porcikáját ki tudják használni. Ki is tudják egyébként, mert nagyon jól dolgoznak. Ezek az említett beruházások, jövőbeni fejlesztések egyébként megvalósulhatnak 2022-ben, vagy ezek elindítása megtörténik, és aztán ki tudja? Nagyon szeretnénk, hogy megvalósuljon 2022-ben. Szüksége van rá településnek, orvosi rendelőre is, kerékpárútra is, mindenre szüksége van a településnek, úgyhogy a lehető legnagyobb sebességgel fogunk haladni. Bízunk benne, hogy a település belterületei nem maximális sebességgel haladnak a kamionosok, igen, de ha, akkor már legalább azt az elkerülő szakaszon tegyék, amely hogy áll jelenleg? Hát pillanatilag úgy van, hogy november 29-én hirdettek eredményt a kiviteli tervek elkészítésére, amire a tervező cég, a Pannonway cég kapott 488 napot. Eléggé elkeserítő. Mert hogy, hogy ilyen tágra nyújtott határidő. Igen, de biztos, hogy ennyire van szükség. De hát az azt jelenti, hogy ez másfél év. És a település, amikor megterveztette, megcsináltattuk az engedélyes terveket, akkor nagyon úgy számolt, hogy fú, hát ezzel nagyon-nagyon közel hozzuk az elkészülést. Mert a lakosság azon az útvonalon, és azok, akik használják egyébként ezt az utat, nagyon elkeseredettek. Mert nagyon szeretnénk már kint tudni a településen kívül ezeket a nagy autókat, és hozzáteszem, a nagy autósok is nagyon szeretnének kívül menni, mert hát azért az is idegtép, hogy megállni az egyik zebránál, a másik zebránál, lassítani, mert lassabban menő autó, mezőgazdasági gép megy az úton, etc. Tehát mindenki azt szeretné, hogyha ők már kint mennének az elkerülő úton, de sajnos nagyon nagy pénz. Ugye ez már egy több évtizede húzódó ügy. Ez 30 év körülbelül. És akkor most ezzel a 400 valahány nappal gyakorlatilag ez még mindig nem az első kapavágás, ez még csak egy tervezési határidő. Az azt jelenti, hogy némi, nem felszámolva, de bő, vagy szűk másfél év, akkor inkább így mondom. Tehát majd másfél év múlva léphetünk csak tovább? Igen, hát akkor ha kész van, akkor kezdődhetnek a kisajátítások, és tulajdonképpen kezdődhet el az útépítés. Hát a Facebookon van egy fiatalember, aki végig számolta pontosan, és olyan távoli számot, vagy dátumot... Tehát, hogyha minden határidő, minden jogerőre emelkedést megvárunk, stb., akkor mi az a távoli jövő? Hát akkor 24. Tehát 23-24. Maga az építés, az pikpak, az a legrövidebb. Jön egy nagy cég, és pikpak megépíti a papírmunkák. Sajnos az hosszú idő. 23-24, hát ez nyilván az ebben benne élőket, ott a környéken élőket, akiket már igencsak zavar, és ráadásul el lettük húzva a mézes madzak, hogy már itt van, az önkormányzat ráborintott, forrás is van rá minden, most akkor mégis jó. Hát az útépítésre arra kormányhatározat van, az nem azt jelenti, hogy pénz van hozzá diszponálva, hanem azt jelenti, hogy megvan a lehetőség, tehát amikor odajut a jogi része, akkor diszponálnak hozzá pénzt. Tehát 23-24-ig kitartást és türelmet kérünk akkor a település ezen részén élőktől, akiket érint ez a beruházás majd, de nyilván utána a minőségében mindenkinek jobb lesz, és ahogy ön is mondta, nem csak a lakók, gyakorlatilag a nagy teherautókat, vezetőknek is ez az érdekük, úgyhogy előbb-utóbb mindenképp megvalósul ez. Maradjunk az utaknál, ugye az új település részen is épül, szépül az úthálózat. Igen, elkezdtük építeni ott is az úthálózatot, mert egyre többen építkeznek. Két vadonatúj utcát, amit még ideig a lakosság nem használt, az Árvalányhő utcát és a Forszert Kálmán utcát leaszfaltoztuk. A kereszt utcákat, azokat csak útalappal láttuk el, mert ugye az építkezési forgalom ne rögtön az aszfaltot tegye tönkre, azért egy elforgó, zsámolyú betonszállító, az azért odavág. Nagyon szakszerűen mondja, én csak annyit tudok ilyenkor mondani, hogy még éppen beépítés alatt lévő úthálózatnak, vagy utcákban felesleges gyakorlatilag szilárd útburkolattal ellátni, hisz még ott a közművek alakítása, az építési anyagok szállítása kapcsán, igen, a nagy autók, ahogy ön is, vagy te is mondtad, bocsánat, nyilván ott még egyébként rongálások, igen, történhetnek az útban. De akkor most léptünk egy nagyobbat tovább, hiszen kettő út, az már akkor elkészült. Igen, kettő út elkészült. És ebben az új részben egyébként a beépítettség az milyen? Nagyon nálatok is megfigyelhető ez a robbanásszerű agglomerációba való kiérkezés?
megfigyelhető, hogy jönnek máshonnan is, de nagyon megpróbáljuk kordában tartani, mert azt nem szeretnénk, hogy egyszer csak puff a nyakunkba szakad egy nagyobb mennyiségű ember, akiket el kell úgy látni, hogy iskola, óvoda, bölcsöde, közért mindent hozzá kell alakítani. Ezt szeretnénk, hogyha egy folyamatos fejlődés lenne, és nem egy robbanás kényszerítenék ki. Nyilván, ahol ugye önkormányzati telkek, telek kialakítások vannak, ott ezt elég egyszerűen kordába lehet tartani, ahol magántulajdonosok árusítanak építési telkeket, ott azért ez már nehezebb. Ti milyen szabályozókat tudtok alkalmazni, vettek be, hogy kordában tartsátok ezt a népesség robbanást? Hát tulajdonképpen a rendelkezésünkre álló teret ketté vágtuk. Az egyik felét még egyáltalán nem árusítjuk, még nincs közművesítve sem. A másik felére engedélyeztük, hogy onnan lehet válogatni, aki bejön a hivatalba, kiválasztja, melyik telket szeretné. Megfigyelhető, hogy tulajdonképpen azt hiszem 6 telek van még, ami eladó, és utána fejlesztjük tovább a többi területet, de megpróbáljuk lépésekben csinálni, hogy ne robbanásszerű legyen a fejlődés. Itt a környező településeken a másik dolog, ami szintén ide kapcsolódik, figyelhető meg, hogy egy-egy telken a beépíthetőséget most koppig maximálják a tulajdonosok vagy az építető vállalkozók. Gondolok itt arra, hogy társasházak nyilván a helyi építési szabályzatnak megfelelő módon, de minden nagyobb lakóterületeket, lakóegységeket próbálnak elhelyezni egy-egy telken. Ezzel is szembesültök? A mi hészünkben 2 lakásos házat lehet építeni egy telekre maximum. Négyzetmétertől függetlenül? Ez négyzetméter. Az egy nagyon lényeges, hogy 30%-os a beépíthetőség, a telek beépíthetősége, és így próbáljuk kordában tartani a beköltözést. Ugye említettük, hogy a Top Plus pályázatban már most sikerült 4 programot találni. Köszönöm. És akkor megvan a negyedik program. Megvan a negyedik, az óvoda bővítésünk, a Széchenyi téri óvodát egy csoportszobával és kiegészítőkkel fogjuk bővíteni. Ez azt jelenti, hogy hány csoportról hány csoportra bővül, illetve akkor létszámokat tekintve, a főket tekintve mennyivel fogad be több gyermeket? 25 gyermekkel leszünk, lehet több. Most 175, 200-ra növeljük, és szükség is van rá, és az egy csoportszoba az azt jelenti, hogy 6-8 csoportszobánk lesz. De ez is egy olyan dolog, hogy nem ennek a programnak a kapcsán jutott eszükbe, hogy akkor hát ha már itt van ez a program, akkor növeljük a óvoda kapacitását, hanem szükséges. Tehát nagyon nagy szükség van rá, igen, nagyon nagy szükség van rá. És akkor, ahogy ígértem a kedves hallgatóknak, a 2021-es év summázásával megyünk tovább. Mi minden történt? Nyilván itt egy kicsit ismételjük is magunkat, de itt elsősorban a gazdálkodásra, a bevételek, kiadások oldalra gondolok, tehát elsősorban önkormányzati szempontból a 2021-es évet összegezzük. Tulajdonképpen ha pályázati szempontból nézem, akkor bezártuk az egyik legnagyobb projektünket, a bölcsőde építést, nagyon nagy szükség volt rá. Az önkormányzatnak jól a zsebébe kellett nyúlni, de nagyon jó bölcsödét építettünk, nagyon jól működtetik a kolléganőim, hála jó Istennek, a gyerekek és a szülők megelégedésére. A gazdálkodásra nagyon vigyáztunk az önkormányzatnál, mindig csinálunk egy költségvetési előzetest, tulajdonképpen egy koncepciót, amelyiknek van 10 pontja, a 10 pontból majd mindegyik arra asszociál, hogy az a lényeg, hogy a településnek mindenképpen gazdaságilag talpon kell maradni. Nem vihetjük bele a települést egy olyan gazdasági trükkbe, hogy mondjuk elviszik a pénzünket valami rossz szándékú emberek. Mindenképpen figyelünk rá, tehát a település gazdaságilag stabil állapotban van, a befektetések hozamot hoznak, ezekkel készülünk a jövő évi topos és nem topos beruházásainkra, úgyhogy az a lényeg, hogy vigyázzunk mindenre. Még mielőtt a 2022-es évre térnénk át, van egy olyan beruházás, amiről nagyon sokat beszéltünk már a múltban, viszont most kevésbé hallom, ez pedig az uszoda beruházás. Ez most hogy áll? Az uszoda beruházás úgy áll, hogy megkaptuk a támogató határozatot
a Vízilabda Szövetségtől, tehát 2022. év elején indítjuk a közbeszerzést, és lehet ásni a medencének a helyét. Utána már csak fel kell tölteni vízzel. Utána megtöltjük vízzel, és úszhatunk. Hát így legyen, legalább ennyire egyszerű legyen, de akkor evezünk a 2022-es évre. Milyen kilátásokkal, gazdasági nehézségekkel küzdenek, vagy várakozással tekintünk ezelé, tekintenek ezelé? Gondolok itt elsősorban nyilván a gépjárműadó és az iparűzési adó kapcsáni az önkormányzatokat megnehezítő döntésekre, mely most már sajnos betervezendő a következő évi költségvetés előkészítésébe, melynek nagyon most van ideje. Gondolom az intézményektől már bekértétek az igényeket, és egyfajta koncepció azért lassan körvonalazódik. Hát az a helyzet, hogy a költségvetést azt az első két hónapban szoktuk megalkotni, hogy márciusra már kész költségvetésünk legyen, mert ugye addig nem egy számlát nem fizethetünk jóformán ki, mondjuk a közüzemi számlákon kívül, nem tervezhetünk semmi egyebet. Az intézményeknél is az egy nagyon lényeges, hogy a lehető legkevesebből a legtöbbet hozzák ki. Ilyenek az intézményvezetőink egyébként, hogy nagyon megszámolják a pénzüket, és nagyon gazdaságosan működtetik az intézményeket. Az intézmények működése ugye kihat a lakosságra, mert egy művelődési ház, egy óvoda, egy bölcsöde, egy bármilyen intézmény, az a lakosságot szolgálja ki, és az a cél, hogy a lakosságot a lehető legjobban kiszolgáljuk, mint önkormányzat. Nyilván beszéltünk már róla, és akkor most egy kicsit részletesebben az adventi időszakról, az eseményekről, de ha már események, és kérdeztem a 2022-es évet, akkor a nagyobb volumenű eseményeitekről a jövőre tekintettel is beszélhetnél, tehát kicsi betekintést a 2022-es bugyi önkormányzat esemény naptárába, ha így fogalmazom. Megalkottuk az önkormányzat munkatervét, amit minden önkormányzat megalkott természetesen. A művelődési ház, amelyik a legnagyobb eseményeket bonyolítja, a Szent Iváné és az augusztus 20-ára előre tervezetten kért egy kis pluszt, hogy tudjunk kicsit nagyobbat nyújtani a lakosságnak, koncertek és egyéb művészeti megmutatkozások terén. Ugyanígy vagyunk a Krumpli Fesztivállal is, hogy szeretnénk, hogyha ugyanolyan nívós lenne, mint a 2021. évi. Az apróságokat, azokat mindig ad hoc tervezik, természetesen már most benne van a Lajstromban, de ezt mind a februári pénzügyi, gazdasági tervnél tudjuk konkretizálni. Az adventi időszaknak gyakorlatilag vége meggyulladt a negyedik gyertya is a koszorún, ugye pénteken már szenteste, és aztán szombat-vasárnap karácsony ünnepét üljük. Esetleg még szilveszterre történhet valami az eseményen, történik? Nálunk nem. Én azt az egyet... Akkor ez összes kutyabarát nevében és kutyatulajdonos nevében köszönjük. Én pont ezt szerettem volna mondani, hogy hát a privát csillagszórós, meg ez a petárdázós, meg ilyesmi, nagyon szeretném, ha nem lenne, mert egyébként a lakosság egy része sem szereti, és hát ezeket a szerencsétlen állatokat a világba kergetjük ezekkel a durrogó, puffogó, hatalmas szerkezetekkel. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elérkeztél hozzánk, és ezt elmondtad. Kérlek, hogy tolmácsold a családodnak, nyilván tágabb értelemben az önkormányzat dolgozóinak, a településen élőknek karácsonyi jó kívánságainkat. Köszönöm szépen, és viszont kívánom a Dabas Rádiónak.